Már használják a lakosok a Petőfi úton megépített parkolót Nagykáló belvárosában. A település még a tavalyi év végén nyert támogatást a funkcióbővítő városközpont rehabilitáció következő ütemére. A Kálló köz 2.0 elnevezésű programra 245 millió forintos Európai Uniós támogatást fordíthat Nagykálló. Ennek egyik részeként valósult meg most az új parkoló is. A projekt még számos más elemet is tartalmaz. Például ennek keretében újulhat meg belülről a volt járásbíróság épülete, amely otthont ad majd a Rotkó József könyvtárnak is. Úgynevezett fecskeházak épülhetnek a régi polgármesteri hivatal helyén, és megépülhet a Hősök parkja is. A tavalyi év végén nyertes funkcióbővítő városközpont rehabilitációs programon belül egyik projekt elem volt a Petőfi úti parkoló kialakítása. Ezen belül nyerte a város ezt a támogatási összeget. Itt 9 parkolót alakítottunk ki. Amikor az egész tervezés történt, akkor a legfontosabb szempont az volt, hogy a Petőfi úti óvodánkba érkező szülőknek komfortosabb, illetve kulturáltabb, sármentes körülményeket biztosítsunk akkor, amikor a gyerekeiket hozzák az oldalba, innen, illetve onnan viszik haza. Viszont így, hogy ott a római katolikus templom kert körül a kerítés elbontásra került, és ott egy átlátható tér alakult ki, és nem csak átlátható, hanem használható tér alakult ki, így javítja a térnek a lehetőségeit, illetve a térben rejlő lehetőséget, illetve a főtérre érkezőket, a kereskedelmi egységbe érkezőknek is egy lehetőség arra, hogy parkolhassanak napközben. Juhász Zoltán polgármester továbbá elmondta, a beruházás hozzávetőlegesen 8 millió forintba került, amelynek köszönhetően a Petőfi úton 9 új parkolóhely várja az autóval közlekedőket. A parkoló célja, hogy a környéken ügyeiket intézők, például a gyermekeikkel óvodába érkezők, a templomba betérők, vagy a boltban vásárlók az eddigieknél könnyebben és kultúráltabb körülmények között tudjanak megállni gépjárművükkel. Látjuk azóta, mióta már megkészítettük, hogy kultúráltan használják az emberek. Még van egy-két olyan parkoló autó, amelyeket úgy látom, hogy reggel megáll és este megy ért az autóért, de erre is megvannak az elképzeléseink arra, hogy csak olyan autók álljanak ott meg, aki gyereket visz vagy hoz, illetve esetlegesen a templomba érkezik rövidebb időre, vagy a boltokba érkezik bevásárlás céljából. Tehát azt nem szeretnénk, hogy olyan autók használják azt a parkolót, akik odaállnak reggel 6:30-kor, és 4 óráig ott állnak, mert pont nem ez a funkciója. És ugye itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy megkérjem azokat a például pszichiátriai szakkórházba dolgozó nagykállóiakat, vagy ideérkezőket, akik mondjuk itt dolgoznak, és nem Nagykállóban élnek, hogy használják előszeretettel a mélygarást egésznapos parkolásra, vagy a Balcsy-Zrinszky úti parkolónkat. Tehát ezen dolgozunk, most olyan rendeletet alkotunk meg, és ez a kategória a Posta utcai parkolók is, ahol tényleg csak a kereskedelmi egységek és a egy óránál kevesebbet tartózkodók használják a parkolóinkat. A Petőfi úti parkolót tehát már birtokba vehették a belvárosban közlekedők, a program további részei pedig kivitelezés alatt, vagy még a tervezés fázisában tartanak. A Kálló köz 2.0 elnevezésű program célja a belváros teljes rekonstrukciója.